Dvorákné Kővári Anikó néptáncoktató 1966-ban született. A kőszegi Jurisics Miklós gimnáziumban érettségizett, két évvel később az újvárosi óvodában kezdett dolgozni, ahol ma is következetes óvónéniként neveli a rábízott apróságokat. 1998-ban szerezte meg óvónői diplomáját, majd 2000-ben a szombathelyi főiskolán tánc- és drámapedagógusi másoddiplomáját is átvette. 1981 óta táncolt a Kőszeg együttesben, amely 1988-ban megszűnt. Ő vezette az utánpótlás csoportot, úgy gondolta, kár lenne azt feloszlatni, és megpróbálta a szinte lehetetlent. Férjével együtt megalapították a Hajnalcsillag néptánc együttest. Nagy hangsúlyt fektet az eredeti hagyományokon alapuló, tiszta forrásból eredő néptáncok, népszokások ápolására. Az együttes jelenleg több csoportban működik, mintegy 80 fiatal vesz részt a rendszeres munkában. Számos hazai és külföldi fellépésükön öregbítik Kőszeg és Vas megye hírnevét. A város szinte minden jeles eseményét színesítik táncukkal. A csapat baráti közösségként is sokat jelent számukra. Munkája elismeréseként Dvorákné Kővári Anikó 1999-ben Kőszeg városért kitüntetést vehetett át, a megyei önkormányzat pedig Pável Ágoston emlékplakettel jutalmazta. A közkedvelt tánccsoport is több elismeréssel büszkélkedhet. A Hajnalcsillag néptánc együttes a 30 éves jubileum alkalmából örökös művészeti vezetőjévé választotta. A legnagyobb elismerést azonban az az emlékkönyv jelenti számára, melyben egykori és jelenlegi táncos tanítványai írták meg, milyen élményekkel, tudással, tapasztalatokkal gazdagodtak neki köszönhetően.